Anyukám elment a RTL, a kamera beforgott. Várjál, én most csinálok egy gombaleves Marcinak. Mondja, várjál már. Lököm föl. Üstös Attila, tudod, a termomixes? Fú, te most adnak hozzá porszívot, valamit láttam a Andikán. Várjál már. Állítsad le magad? Hát hol a... Szanyika, hol a szemüvegem? Jó nézel. Te ez úgy ficánkolt a vendégeknek. Várjál, hol a... Várjál, pedig... Fejemben nincs, tudod, mindig ott keresed. Mindegy, találtam egyet, jó nézel. Képillana? Már is okos feje van a Cilának, tehát megőrülsz. Te! Na, anyukám, már voltam a Nadikánál. Már mindjárt kilököm neked, ja? A piacot láttad, hogy milyen előkelő. Azt mondja, várjál, 200 g ciperke gomba, igen. Mennyi van nekem? 300. Akkor ez 300 g ciperke gomba lesz. Egy percig ne aggódjál, arányosan lököp mindent föl. Igen, már is a gyönyörű ciperke gombát asszom be a üstbe. Jó, még egy pici. Onnan is. Pifanyám, jó. Üstös Attila, várjál. Szóval voltam a Nadi, na kilököm a Nadi, te. Olyan gyönyörűek. Tehát, hogy az az anyák napja, az olyan pupos lesz, muszáj elmenni. Tegye a cipel, keverje és aprítsa 5 másodpercig 4-es fokozaton. Taka ki innen, te figyeled, hogy azt mondja, hogy 5 másodpercet mondtam, ugye? És azt mondtam neked, hogy 4-es fokozat. Igen? 4-es. Szájé. Aha. Szívan aprítva. Na, képzeld el, úsz. Képzeld el, mondja, hogy maradjál már, majd folytatlak téged. Érettségi a téma, ebben a fókuszanyag van. Mondjuk, hogy érettségizett a Cilla? Hát ezt nem tudd meg. Most nem mondom el. Ja, de ja, nem is ez a lényeg. Kértek tőlem ilyen kiskori képeket. Gyerekkori, gyermekekkori, kiskori, ahogy akarod, úgy fogalmazza. Azt mondja, adja hozzá a vizet, a tejet. Honnan az anyádból van neked? Ja, vagy van egy kis tejem itthon? Leves kocka, jó, mindjárt csinálom. Szóval, érettségi kell. Hát ugye én a főiskolai évekről a zeniképzőről tudnék beszélni, de most képzeld el, hogy kértek tőlem képeket, hogy milyen voltam kamaszként. Na most én azt ki fogom itt lökni egy sztoriba. Hát te meg olyan képek a Kanadából, Párizsból, Amerikából, mindenhonnan, olyan menet volt, hogy még. Várjál, most hagyjál főzni. Pifanyuka, nem tudod elképzelni, mert várjál már, anyuka, olyan shooting van itt, nézzenek. Mi f... Kis... Nézzenek, a kisnőt ezt halálbe fotózzák. Hát a Márkusznak üres az asztala. Ne, nem is ez a lényeg, anyám, nézzenek. Mondtam, hogy megyek ki hétvégén a Mobility-re a Bokba. Ugye ezt említett? A Xiaomi anyukám izé, már főkosztolt engemet. Jött a levél, a pupos levél. Kedves Cilla! Xiaomi-nál örömmel halljuk, hogy szenved, tényleg az vagyok, hogy igen, hallod, azt mondja a Franciaországban, hogy most te tudtad ezt? Hát azt hittem, hogy a telefonos Cilla leszek, de nem, nem, de hogy nem hagynak engemet magamra, nézd, rám löknek egy bukkorsziszakot, ezt figyel, kapol egy bukkorsziszakot, ámegy. Kapol a rollerre egy ilyen tártót, ja, azt majd mindig le kell vennem, hogy el ne vigyék. Kapol egy kesztyűt, nézd, reading gloves. Markus, van egy ilyen zárunk, csak úgy mondom, de nem is ez a lényeg, várjál, mert mondom, hogy mi van még, hogy mit küldtek. Van egy lakat, anyukám, néznek valami, fű, te valami digi lakat, én mondjuk, te digi lakatos vagy, inkább ilyen vagy? Igen? Aha. És hát én már a bukóba, Markus, nézem, már ide jövök, Markus. Közben reklámozunk, várjál. Te reklámozol? Nem reklámozol, én csak mondtam, hogy bötisztelem, böböcsülöm a Xiaomit, érted, hogy így egybe küldte. Tudod, milyen nehéz volt megtanulni a nevét a Xiaomi anyukámat, úgy feszülök, küzdök, mint malac a jégen, jó nézel ki. Te, elkéstem a pancsakarmáról, azt nem is mondtam neked. Sorry, kollega, hát azért nem voltál te asztalodnál, mert jöttél, mentél. Miközben ott egy shooting van bent. Pontosan. Már segíts. Na, anyukám, nézd már meg, a Pink hercegnőbe vagy. Anyukám, jó a bőr. Fú, mit mondtál? Csík, várjál. Pontsuk már ki, Markus. Nézd meg, imádom.
Ezt azt fogod látni, hogy a... Jaj, mert nézd, ne korbáccsol. Nézd, a Markus, imádom, nézd, mert Kani macsóba sze, full feketébe. Ez az úgynevezett Petit Noir, amiben nyomja. Boncsát? Te legjobb anyukám. Hogy hívják ezt a kiboncsás? Peked, mi a neve? Unboxing. Anyuk, mondják az influencer? Anyukám, azt a körülkergettek, ha nem unboxingoltá. Egy jó legót. No. Hogy néz ki? Töltsed már! Küldték a rollert, te! Ha nézd meg a Xiaomi-t. Várjál, én ezt így lefogom. Jó. Ja, várjál, ezt várjál. Össze kell szerelni. Ott van a kormányos. Igen? Azt akkor dugd előbb bele, oda. Vagy el kéne olvasnod a használati utasítást, Markus? Hát jó, nézel ki? Nézd egy gyóra, Markus, ránézni, olyan bicskója van, hogy megőrülsz, megvagy, hogy nem tudod elképzelni. Azt már mondanom se kell, hogy ő fog a rollerre ráállni. Aha, persze. Ismerem a típust. Aj, de milyen kereke van! Ilyen. Van előtt ezt a dobot? Igen, igen, a dobot. Lehúzom ezt a kotont róla. Igen. Te, ez nagyon pupos a rollerünk. Fú. Oh my gosh! Ahogy a Győzi is mondta. Oh my god, Mary sister! Oh my god, Mary sister! Nézek! Töltsed? Szerintem ezt nem kéne leszednünk, vagy? Miért? Hát ez, a, leg, ez a lényeg. Hát ezeket úgy imádom húzogatni. Mindent lehúzok. Visszakedjél. Várjál, és akkor igen? Várjál, nem. Akkor ezt nézed, Markus. Mi folyik így, hogy töltő. Töltő. Valami. Kúcs. Töltő, töltő, kúcs. Nézzek. Pupos! A csengessé nekem ezt? Ez Isten, meg kell. Igen, nem tudom. Biztos, hogy csengő, várjál. Hopp, 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 ajajajajajajajaj. Töltsük föl, az biztos kell vagy tölteni, vagy nem tudom hány órán keresztül. Igen. Azt is veszi a Markus. Igen. Pup, te! Hát, pupos ez az egész. Megőrülsz, megvadulsz, oda nézd már. Nézd el a reklámos Markust. Xiaomi Magyarország. Xiaomi Mucila. Ez igen. Thank you so much. Ha, is it heavy? Ne nézd meg, össze is hajthatod. Ott van ilyen hajtókája. Igen? Az a fixálod? Á, inkább, igen. Most fixálod, és hogy hajtókálod? Na most basztam. Most nem ezért gyúról. Biztos be kell nyomni ott valamit. Gombot, vagy valami, úgy. Igen, és akkor hogy néz ki hajtókálva? Ha mondjuk felszállsz vele a 4-es 6-osra? És levágnak itt téged egy tonna? Ha biztos egy másik gombot kell nyomni, hát, én nem tudtam. Én mondtam is neki, Barna, ne csináljad! Jó, majd... Szerintem térjünk vissza egy vágás után, jó? Jó. Várja, ide lámpa, itt a lámpa helye. Uh-huh. Lájtos Cila. De most jöjjön egy vágás, és akkor visszatérünk. Vágjál már. Ha ma akkor itt a lámpa magad felé, megfordítva, na. De szem a macska szem az elől, igen? Igen? Úgy. Nézd neked. Most mondd meg, hogy nincs szexibb, mint egy szerelő Kani. És akkor ott a csavar, oda dugod be. Nem, itt. Két oldalra kell, ezért kaptunk 4 csavart. Várj, picit lejjebb a fej, lejjebb, és úgy picit följebb, és úgy nézel föl. Most mondjad, két oldalra kell, ezért kaptunk 4 csavart. Thank you. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Tarararararara, tarararararara, mi az a más? Tarararararara, monci, boldog. Na ez már lement, boldog születésnapon. Köszönöm szépen. Itt volt az egész stáb, mindenki. Jézusom, ezek kap. És kikacsak? Ezt így megmutattam. Aha, Jézusom, várjál már. Halál jó. Ezek egyébként a kollégák. Csítsák őket. Kívánjál, ne engemet. Engemet te nem kapol meg.
Anyukám, most jövök a pancs. Te figyelj ide! Most elmagyarázok neked valamit. Figyelj ide, mert nagy átlaszás megy az Andrássy. Figyelj ide. Itt van, fő van festve egy fehér vonal, tehát te azt hiszed, hogy ide parkolol. Leparkolol, de utána azt látod, hogy itt ki van rakva, hogy nem lehet parkolni. Akkor oda azt hiszed, hogy le tudod parkolni, de közben nem tudod leparkolni, bár fő van festve, de oda nincs főfestve alulra, hogy ott van egy tábla, érted? A nullától 0-4-ig. Akkor ott se. Akkor ott van egy parkolózóna, de utána megint van egy tábla kirakva. Hiába van fölfestve. Ide az aszfaltra, anyukám, a flaszterre már nincs fölfestve. Tehát a végén azt látod, hogy szabálytalanul parkolol, de nem tudod róla, mert nem figyelsz. Figyelj, az egész Andrássy anyukám egy átasszás, érted? Úgy lerántanak tégedet a lobet. Jaj, Vuitton, Lajos, párizsi lakos, várjál már, taka. Úgyhogy figyelj oda nagyon, mert hiába hiszed azt, mert nem jelzi, érted, a flasztere nem jelzi, hogy sárgával, vagy például Franciaországban, ha rakodási terület, akkor ki föl van festve, vagy livraison, tehát hogy oda ne álljál. Nem, mert ők a sutyiba fölraktak, érted, egy fára főszögettek egy táblát, és elviszik a kocsit. Egybe, de egy pillanat alatt, egyszer már úgy vettem le a kaniról, tedd vissza, légy szíves az autót, 50-ben volt így is, érted? Ja, mert két büntetés van. Egyszer rádvárik a város büntetést, a főváros, azt hiszem az elszállítás a főváros, a büntetés meg az államkassa. Tehát kettő, de nézd meg, látod? Ott van, látod? Itt föl van festve, tehát nem jelzi külön, hogy nem lehet, hanem ott van egy tábla, ami azt mondja, hogy nem lehet. Figyelj, az egész, meg sutyiba kell, de nem tud sutyiba lenni, mert így figyelik, érted, kukkerrel. Várjál, leparkolt, Jóska, menjél, rakjad el a cetlit, bilincseld meg jobbról, balra, anyád, úristen, 50 ongyot befizetett takába vagy. Te, ha találsz véletlenül egy parkolót az Andrássyn, akkor te még attól ne örüljél, hogy jaj, de jó, van egy parkoló, mert látsz egy fehér szaggatót volna. No, podütú? No, nem örülsz, anyukám. Körbenézed a táblákat, mert vagy egy taxi, vagy egy megállni tilos, vagy egy mozgássérült hely, vagy szóval valami van, és akkor nézik, hát azt mondja nekem, hogy 18 óráig ez, de nem lehet. Hát azt mondja 17:52, haszom rá a kis ceklimet, tegyem meg a szívit. Életveszi az egész, felattention. Egy másik dolog, ötrösöz, két dolgot akarok ajánlani, mert na, halál jó az idő, anyukám, nézd meg, én is van, nancukba vagyok, hogy még. Először is, ha este elmész vacsorázni, azért legyen rajtad egy kis kabát, mert hűvös lehet. De! Ha akarsz egy jó mexikóit, aujourd'hui de 5 de mai, 5 de mayo, azt tudnod kell, az egyébként egy ilyen mexikói nagy halálünnep, azt hiszem, hogy az szóval 5 de mayo, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy szerintem ez Mexikó függetlenségének az ünnepe, amikor azt hiszem 1862 vagy 62 azt hiszem, amikor Ignacio Zaragoza győzelmet aratta a franciák fölött, és kivívják, érted, Mexikó függetlenségét halálidegbe. Na mindegy, ennek a megünneplésére az Iguanában, az Iguana az a Zoltán utcában van, ott, ahol a parlament, na oda se jutott be se soha, és ott van egy utcabál. Szerintem ma nem volt, hanem majd holnap tartják, de nézzél utána, nagyon jó hangulatú. Az Iguana amúgy is amerikaiak csinálják, vagy mexikai amerikaiak, azt nem tudom, de azt érdemes megnézni. De ha nagyon jó mexikóit akarol, akkor az Andrássy út környékén lelököd a kocsit, ott nagyon körbenézel, hogy ne rúgjanak rád kettőt, és ezt követően a Nagymező utcában, de nem ahol a színház, ahol a Radnóti színház van, Radnóti színház mellett van a Tereza. Hát az valami úrvajó, ma ott ebédeltünk, egy isteni mexikói. Most egy hangot nem látok, de nem érdekes, te ne foglalkozz ezzel, elvezetek így is. Szóval, mondom, jaj, a telefont látod, a ofám. Szóval elmér, Tereza, isteni, te, olyan a guacamelo, egy ceviche tettünk, egy guacamelot, meg még valami mártogatós, a tortilla elkészül. Szóval azt érdemes kipróbálnod, itt nem krostoltam, de a másikba, az Iguanába, viszont isteni a fejtász, a marhás fejtász. Itt lehet, hogy itt is nagyon jó, szerintem itt is isteni. És gyönyörű a kerthelyiség. Most azért ajánlom neked, mert jó a kerthelyiség, tehát be tudod oda ülni, halál előkelő. A másik kerthelyiség az egy absolument différent, c'est français, c'est de restauration française, az pedig a Pavillon de Paris, az pedig a főutca 20 alatt van, iszonyú hangulatos, kis kerthelysége van. Minden van, anyukám. Halál franciás, halál előkelő, puposkodó, megőrülsz, megvadulsz. Azt pedig mondom, hogy minden. Van például Escargot de Bourgogne, az csiga. Érted?
Nem tudom, hogy jó, hogy az isteni volt a izé, a süti nem sütibe, amikor azt mondja a feleség, a Woody Allen felesége, a Frenchy úgy hívják, és mondja, Frenchy, itt van, mondtam, hogy a személyzet előtt ne szólíts Frenchynek, Francis vagyok. Tereza, hozzá azt az eszkardők burgonyt? És a végén mondja, hozzá azt a urva csigát már, just bring me the snail. De addig eszkardők de burgony, meg minden van, a izé magret kanár, meg amit akarsz. Nagyon kedves a kiszolgálás. Ez egy kerthelység. Nagyon szép, a várnak nem tudom, valami fala ott az alja, szembe van a francia intézet, azt is javaslom, jó a konyha, jók a borok, oda is érdemes elmenni. Itt a jó idanykám 23 fokba ki kell ülni a kertbe. Érted? Ezt a kettőt merem javasolni. Ja, meg a másik, az a Mazel Tov, amit javaslok. Azt hiszem, az Akácfa utca, vagy ott valamelyik, de szerintem Akácfa utca. Isteni a kerthelysége, jó a konyha, és nagyon jó a hangulat. Az olyan bulejkás. Szerintem az olyan hajnalban azért már fölborulós lesz, érted? De a konyha nagyon jó. Szóval Tereza, Iguana, Pavillon de Paris, ez az ex-Jardin de Paris, és Mazel Tov. Ezt a négyet merem bejavasolni neked, mert itt kedvesek, rendesek, beböcsülött bötiszteledőket. Érted? Ez a négy. Mehetsz még mindenhova, de itt jók a kerthelységek, ezért mertem neked, bocsáss, megjavasolni, ajánlani, rekomendálni. No reklámra! Jaj, te mit olvastam, anyukám? Jézusom, bele sem merek. Te, Pami, ott volt a tárgyalásom. Ki nyilatkozott? Gyerek miatt nem tud beszélni, tisztességesen anyukám, ő már más, 2010 már nagyon rég. Ha gyerekek vannak, azokta felejtsük el, hogy mi volt régen, nem érdekes, Beirut, Marokkó, ide mentem, oda mentem, te. Azt mondja, hogy annyit kellett ülni a kanapén, hogy egyszerűen rettenetesen megfájdult tőle a térde. De fájdult már meg neked a térded attól, hogy ültél a kanapén? Mert komolyan mondom, nekem már fájdult meg, de nem ültem a kanapén. Kapaszkodol. Szóval te, anyukám, én úgy élvezem ezt, érted, hogy 20 éve azért küzdök, hogy a modell, az érted, az nem huncut, hanem nem huncut modell, hanem rendes modell, fashion modell. A fashion modell nem huncut modell. Anyukám, bújik ki a szög a zsákból. Jó nézzünk ki. De így egymás után a Eszti az azt mondta, hogy beteget jelentett, azt mondta, hogy nem megy tárgyalásra, köszöni szépen. De reggel még jó volt a adásban, de estére azt mondta, vagy délután, később már 11 azt mondta, mert te? Hát szétrobban a fejem. Adjam egy igazolást, dr. Józsi. És már óriási, anyukám, hogy mik vannak. Úgy várom a fejlemény, egyelőre érted, nálam aki modellkedett, ugye, az eléggé megkerülhetetlen figura volt a fashion businessben, a Cilát, én nem találkoztam a Pamiban, meg a többiekkel, Szálor, Edóval se, egyikkel se. Na, anyukám, most kiderül, hogy a nemzeti családanyákról, érted, most kiderül, hogy hát az anyukám ment egy kis entyempentyem, egy kis tipitapidino, egy kis egypec kimehetsz, érted, ahol a Dubiba, hol pedig egy kicsi a Marokkóba, meg a Beirutba, meg itt ott anyukám, olyan rohangálás volt, utaztam, voltam, én nem tudtam, én mondtam is neki, Barna, ne csináljad, csinálta.